Nehéz évet zárnak a méhészek, a nem megfelelő időjárási körülmények és a nyáron tapasztalt méhpusztulás is okozott gondokat az ágazatban. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Hók József, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok. Ugye azt beszéltük, hogy nehéz évet zárnak, de mennyire zárnak nehéz évet, akár az előző évekhez képest, hogyan lehetne ezt viszonyítani, egy kicsikét segítsen nekünk eligazodni. Az egész év lefolyására végül is én azt mondom, hogy a méhészek ellen szólt. Már ha visszagondolunk a télre, hogy is indult januárunk, februárunk, márciusunk, hónap első fele tavasz, inkább azt lehetett volna mondani, és a hónap második fele tél, ami a méheknek az életét, biológiáját felborította. Már majdnem kirepültek, ugye? Megindult a fiasítás, viszont utána, hogy bejött a hideg, nem tudta ezt a fiasítást gondozni, ki kellett, hogy rágja, most úgy nevezzük szaknyelven, hogy kirágja a fiasítást. Újra kellett, hogy induljon, ami sok problémát okozott. Az áprilisi időjárás végül is a fő termésünket, az akácot teljesen felborította. A május 10-12-ére jellemző akácvirágzásunk április 30-án megkezdődött. Mert hogy akkor pedig olyan enyhe volt, vagy olyan meleg volt, ugye, hogy nem számítottunk erre? Nyárként ment el 30 fokos időjárással, és egy hónap alatt bepótolt az időjárás azt, ami elméletileg neki 6-7 hetének kellett volna, hogy legyen. Mély családok nem tudtak felkészülni az akácfordásra, így a magyar hungarikum már eleve egy kevesebb mennyiséget adott. Milyen volt a nyarunk? Aszályos. És viszonylag meleg. A többi növény is akár a napraforgó, gyorsabb termésidővel hamarabb virágzott, ami virágzás szempontjából, meg a mélycsalár szempontjából nem lett volna rossz, viszont volt egy nagyon sok megyében, inkább így mondanám, hogy nagyon sok megyében, az volt a jellemző, hogy a virágzás 4.-5. napján a kiáró méhek, amik valójában gyűjtenék a mézet, eltűntek a kaptárból. Mert azt sem mondhatnánk, hogy elpusztultak, hanem valójában a kaptár kiürült, és nem volt, ami a nektár gyűjtse. De hova tűntek? Ez az, amit még a mai napig vizsgálnak, végül is laborok és egyebek. Hát ők elméletileg kimentek nektár gyűjteni és virágporért. De valami oknál fogva nem jöttek vissza. Részben találtak a napraforgó virágokon elpusztult méheket, de azt a tömeges pusztulást, amit egy mérgezés okozna valójában, nem volt tapasztalható, vagy nagyon kevés esetben. Most ez meghatározta a napraforgó méztermésünket is, és ami még inkább, mert az, hogy nem termeltünk, az egy dolog, de a méh családoknak az őszi beterelési folyamatát változtatta meg, mert sokkal kevesebb méhvel indultunk a télre való felkészülésre, sokkal kevesebb méhvel teleltünk be, valójában azt lehet mondani, ami a jövő évre okozhat nekünk igazából nagyobb problémát. Tehát akkor összefoglalva elmondhatjuk azt, hogy eléggé szeszélyes volt az időjárás, és hát emiatt ez ugye azért sújtotta eléggé jelentősen az ágazatot. Mennyire sújtotta? Tehát itt, ha mondjuk veszünk egy 100%-ot, akkor mennyivel csökkent a méz mennyisége, a megtermelt méz mennyisége? Minimum egy 30-40%-kal. Ez országosra tekintve és az éves méztermelésre vonatkoztatólag. Azért mondom, hogy minimum egy 30-40%-ot kell mondani. Vannak olyan akácerdők, ahol azt mondhatnánk, hogy semmit nem termeltek, vagy olyan megyék, ahol akáctermés egyáltalán nem születhetett, mert nem volt a méhcsalád, és nem alakult ki olyan virágzás. A napraforgó pusztulása, ahol nagy pusztulások voltak, ott pedig megint a napraforgó termés vagy nulla volt, ha még valahol hozta is a pozitívat, de egy 40%-os terméskiesés biztos, hogy tapasztalható. Ennek megfelelően pedig a mézára? Hát a mézára az sajnos maradt ott, ahol a korábbi elmúlt, mondhatnánk, hogy 5-8 évben volt. Tehát az nem emelkedett annak, egyáltalán nem emelkedett. Sajnos az európai piacot nem határozza meg a magyar méz termelés. Magyarország méz termelésének 70-80%-a az európai piacokon foglal helyet, ahol pedig a unió belül és unión kívüli országok méze is helyet talál, ami az unión kívüli országok méze nagy mértékben befolyásolja a mézárat. Mi hiába azt mondjuk, hogy egy méz nagy hatalom vagyunk, az uniós méztermelés 3%-át biztosítjuk, ami viszont nagyon kevés, nem árbefolyásoló tényezővel jár, és unión kívüli mézek leszorítják a magyar mézárát.
Ennek segítségére próbáltuk mi hívni igazából hazai mézfogyasztás növelését, ha már reklámozhatjuk egy kicsit magunkat. Persze. Mert mi lenne a cél végül is? Az, hogy a magyar méz magyar fogyasztóknál kerüljön értékesítésre. Szlovén kezdeményezésre most már 15 éve végül is. Magyarország 2014-ben csatlakozott egy mézes reggeli programhoz, amelyhez több Európai Uniós ország is már csatlakozott, ezért Európai Mézes Reggeli néven fut, minden november 3. péntekén kerül megrendezésre, vagyis hát itt akkor a héten 16-án, itt a megyénkben is hát 60-70 iskola körül, amit meglátogatunk, ahol gyerekeknek próbáljuk a méz jótékony, és nem csak a jótékony hatását, hanem az édesítőszerként való hatását is. A cukrokkal ellentétben az, hogy mennyivel kedvezőbb a fogyasztása, mert nem csak gyógyszerként használható igazából a méz, hanem mondjuk azt, meddig csak azt hajtottuk végül is, de édesítőszerként sokkal egészségesebben fogyaszthatnánk, amivel viszont növelnénk akkor a hazai mézfogyasztást. Hát akkor, ha nem először rendezik meg, azért némi nemű tapasztalatot mondja, hogy mennyire van foganatja ennek a rendezvénynek évről évre. Egyre több az iskoláknak a felkérése is ezen a szinten. Végül is az Agrárminisztérium pályázatot ír ki ennek a lehetőségnek, hogy iskolák pályázzanak, meglátogassuk, rajzversenyekkel támogatják ezt a programot. Nagyon nagy meglepő dolog számunkra, végül is méhészek számára, hogy eljutunk olyan gyerekekhez, akik azt mondják, hogy hát ők még életükben nem fogyasztottak mézet. Ők azt se tudják, hogy mi a méz. Ha egy gyereknek meg tudjuk mutatni azt, hogy mi a természetes, mi a termelői méz, már akkor azt mondjuk, hogy volt értelme és van értelme csinálni. Csak idővel legyen mit megmutatni, ugye ez azért nagyon-nagyon fontos. Még van egy dolog, amiről nem beszéltünk, és ez szerintem azért mindenképpen említést érdemel, ez pedig az, hogy bizony vannak növényvédőszerek, amelyek befolyásolhatják a méheknek a szaporulatát, létét, munkáját. Melyek ezek? Hát itt a neonikotin csávázószerre merek én gondolni. Eseti engedélye volt engedélyezve Magyarországon. Az idejében végül is most már teljes, az eseti engedélyeket is visszavonták, és teljes egészében megszűnt a hazai engedélyezése, forgalmazása. Az, hogy csak önállóan, vagy ez okozta a mélypusztulásokat, veszteségeket, egyelőre nem lehet kimondani, a laborok vizsgálják még mai napig. Egy esély arra, hogy talán jövőre nem futunk ilyen problémába. A klímaváltozás? Mennyire lehet ok? Mind befolyásolja. Most azért mondom, hogy itt több tényező együttes hatása, ami okozta végül is ezt a mélypusztulásokban, és azért azt kell, hogy mondjuk, hogy azért egy 20-30%-os mélypusztulásról legalább országosan kell, hogy beszéljünk. Vannak területek, ahol ezt azt lehet mondani, hogy akár 80-90% is. Mindezek függvényében milyen termésre számítanak, vagy milyen esztendőre számítanak 2019-ben? Nehezebbre, mint az idén, még ennél után is. Mert azért, ahogy említettem, hogy a mély családok nem mondhatnánk, hogy úgy tereltek be, ahogy kellett volna. Ez a nyár végi, vagy a napraforgón való mély pusztulások, az utána való nagy szárazság, az óriási mély sűrűség miatt végül is nem túl kecsegtető a helyzetünk. Mindezek mellett azért egy kicsikét térjük vissza arra a témára is, hogy november 16-án, tehát igen. Akkor reggel? Hát az iskoláktól függően, hol reggeli, hol 10 órai, de a méhészek látogatják azokat az iskolákat, ahol az iskolák felkértek bennünket, és a gyerekekkel a magyar termelői mézet kóstoltatjuk. A méhésztől függően ahány mézet tud, itt a vegyesvirágtól, hástól, vaddohánytól, napraforgótól, de igazi termelői mézet fognak fogyasztani. Reméljük, hogy sokaknak a szívügye lesz a méz. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.